akkor sok szeretettel köszöntelek benneteket. Arra biztatnálak, hogy a kísérleteket, amelyeket itt látni fogtok, jegyzeteljétek végig. Jó? Tehát senki ne üljön úgy, mint az iszap, hanem próbáljon minél többet jegyzetelni. Van egy olyan általános tapasztalat, ami hosszú évekre nyúlik vissza, hogy amikor az ember elmond valamit, és az nem kerül itt rögzítésre, az a, ha innen sétálva elmentek a Gellért szállóig, akkor már nem jól emlékeztek rá. Tehát ezt tudom javasolni. A fizipedia.bme.hu oldalon a hőtan kísérletek között van jó pár, azt tudom javasolni ezeket megnézegetni, illetve hát most, amit fogok bemutatót tartani, azokat szeretném, hogyha vennétek sok szeretettel. 13 kísérlet lesz, ebből rögtön az első a szublimációval fog foglalkozni. A szublimációt úgy fogjuk megmutatni, hogy veszünk szublimációhoz egy edényt. Ebbe az edénybe beleteszek széndioxidot, mégpedig száraz jég formájában. A száraz jég az -78,5 fok hideg széndioxid, és ez a széndioxid, ha nézitek, akkor azt lehet látni, hogy szublimál. Honnan tudjuk, hogy szublimál? Hát ami keletkezik gáz, az egy szintelen szagtalan gáz, és ez a szintelen szagtalan gáz, ez ugye az emberi szem számára, emberi érzékszervek számára nem látható, éppen ezért azt lehet mondani, hogy hát ezt egy valami módon detektálni kéne. Nem akarom abban húzni az időt, hogy tartsa fel a kezét, aki elhiszi nekem, hogy itt tényleg keletkezik gáz. Ezért ehelyett inkább egy gázfejlődési jelző detektort fogunk ide rá csatlakoztatni a lombikra. Ha a gázfejlődési jelző detektornak a mérete növekszik, az azt jelenti, hogy gáz keletkezik. Meg fogjuk nézni azt is, majd időközben, hogy van-e a gázfejlődés közben folyadékképződés, hiszen a szublimációnak épp ez az értelme, hogy szilárd halmazállapotból azonnal légnemű halmazállapot keletkezik. A széndioxiddal való másik, szerintem nagyon fontos kísérlet, az a széndioxidnak a megolvasztása. A széndioxid megolvasztása az úgy fog történni, hogy veszünk egy ilyen kis csövecskét. Ezt a csövecskét, ha szeretném megmutatni, akkor az látszik belőle, hogy ez egy előgyártmánya egy fél literes palacknak. Ennek már megvan a menetes része, egy kupakkal le tudjuk zárni, és ezen a részen az ide bezárt széndioxid egy állandó térfogaton van, legalábbis vehetjük állandónak a térfogatot. Elhelyezek benne egy széndioxid darabkát, keresünk egy szép egészségesen nagyot, vagy ha nem, akkor két kisebbet. Igen. Itt van a két darab széndioxid, így bezárom, és akkor ez az, amit lehet egyelőre megfigyelni. Amit láttunk, az egyelőre még, hogy nem történik semmi. Amit ha közelebbről néz az ember, jól meg lehet figyelni, hogy a széndioxid nem nedvesíti az edény falát, tehát még per pillanat, ahol hozzáér, hogy semmi könsebbet nem látunk. Hogyha az eszközünk jól működik, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a térből, ebből a kicsin térből nem tud széndioxid távozni, akkor növekszik a nyomás, és növekedni fog a hőmérséklet is, a széndioxid be fog kerülni a hármas pontba. Ez azt jelenti, hogy a hármas pontban a hőmérséklete és a nyomása stabilizálódik. Tart ez mindaddig, míg mind a három halmazállapot megvan. Azt kell mondjam, hogy ez a -78,5 fok, ezt azért mondhattam, hogy ennyi, mert normál légköri nyomáson a szublimációs hőmérséklet ennyi. Tehát a szublimációs hőmérséklet befolyásolható a nyomással, egy darabig, és akkor mondom, utána a hármas pontban pedig elindul a szublimáció mellett az, hogy megjelenik a folyadék halmazállapot. A folyadék halmazállapot megjelenése
az viszonylag rövid időn belül meg fog történni, és akkor azt látjuk, hogy ezen a ponton itt már nedvesíti az edényt, mutatom közelről, aki tehát minél közelebbül az láthatja, hogy az edényt már nedvesíti. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb megjelenik a folyadék halmazállapot. Ahogy megszoktuk, a folyadék halmazállapot az az alján található, tehát az edénynek az alján itt látható. És ez, ha most bemennénk ott belül, megmérnénk a hőmérsékletét, akkor azt tapasztalnánk, hogy a -78,5 fokról -55 fokra fölemelkedett, és a légköri nyomásnak a több mint ötszöröse alakult ki. Tehát ebben az edényben mindenki jól megfigyelheti, tehát itt van a folyadékhalmazállapot, szilárd halmazállapot, gázhalmazállapot, tehát ezért nevezzük hármas pontnak. És azt érdemes megnézni, hogy abban az esetben, hogyha a tartályból engedünk ki gázt, tehát hagyjuk, hogy a nyomás csökkenjen, akkor figyeljék meg, letörlöm, hogy jól lehessen látni, figyeljék meg, hogy nagyon hevesen forr a széndioxid, olyan hevesen forr, hogy forrás közben megfagy. Tehát gyakorlatilag -78,5 fokra visszaült, miközben a légköri nyomást ért el a tartályban uralkodó nyomás. Körbeadom ezt a tartályt, hogy nézegessék. Annyit szeretnék mondani, hogy addig biztonságos a kísérlet, amíg van három halmazállapot. Ha szilárd halmazállapot eltűnik, akkor igen gyorsan fog növekedni a nyomás, a 64 légköri nyomásra adom körbe, és mindenki nézze meg, legyen a kezében ilyen. Tehát a légköri nyomásnak a 64-es, és biztos fölrobban az eszköz, jó? Tehát azért van a tetején a kupak, le lehet csavarni, és a szelepet le lehet ereszteni. Hát nem mondom, hogy mindenkire jut idő, de én biztos, hogyha rajtam múlna, akkor ott mindenki a saját kezében nézze meg azt, hogy megolvad a széndioxid, egy kicsit leenged a nyomásból, tehát tessenek megnézni. Közben a széndioxidunk, a másik, amelyeket olyan körülmények között tartottunk, hogy a nyomása alig változott, tehát a levegő, vagy a léggömbnek a felfúvása az alig kellett, nézzék meg, széndioxid nincs benne, folyadék halmazállapotban, tehát azt lehet mondani, hogy csak szilárd és légnemű van. Ugye ott pedig már egyszer sikerült megolvasztanunk. A szublimáció iránya megfordítható, semmi más nem kell, csak egy kis cseppfolyós nitrogén hozzá. A cseppfolyós nitrogénnel hidegebbre tudjuk lehűteni az edényt, tehát -78,5 fok alá. Itt van egy kis cseppfolyós nitrogén. Ebbe a cseppfolyós nitrogénbe beleteszem a léggömbünket, így. És a léggömb, vagy pontosan az erőlmeyer-lombikot és a léggömböt. Itt a léggömb méretét érdemes figyelni. Azt látjuk, hogy amikor a cseppfolyós nitrogénbe beletesszük az erőlmeyer-lombikot, az elkezd hűlni, és amikor -78,5 fokra lehűl a léggömb, rossz mondom, tehát az erőlmeyer-lombik alja, akkor elindul a száraz jég képződése, tehát egy szilárd halmazállapot kezdődik, és ennek eredményeként a léggömbből most azt tapasztaljuk, hogy eltűnik a gáz. Tehát ez egy gáz eltűnés jelzővé vált elő. Azt kell mondjam, hogy széndioxidról nagyon sokat lehetne beszélni, ha valakinek van kedve, megkeresheti a Széndioxidról fizika tanár szemmel című másfél órás előadásomat, amit az ELTE-n tartottam Tehát azt kell lássák, hogy amikor a léggömbünk alacsonyabb hőmérsékletre kerül az egész, akkor fogja magát. És sikerült beszakítani, ez nem vettem észre, beszorult ebbe a léggömbbe egy széndioxid darab. Na mindegy, az a lényeg, hogy azt látták, hogy a széndioxidunk össze is tud húzódni, hogyha hagyjuk megmelegedni. Következő kísérletben szeretném megmutatni a cseppfolyós nitrogént. Cseppfolyós nitrogénnel fogunk egy keveset kísérletezni. A cseppfolyós nitrogénnel azt szeretném majd megmutatni önöknek,
Igen, tehát azt szeretném megmutatni majd önöknek. Igen. Ha beöntjük egy edénybe, akkor igen, hevesen fog forni. Így. A forrása, hogyha majd abba marad, akkor lesz a kísérletezésnek az érdemi része. Egyelőre most csak azt látjuk, hogy egy nagyon forró edényben egy nagyon hideg anyag van. Hát a hideg az anyag számára forró ez az edény. Ha a forró edény lehűl, akkor ez a forrás ez meg fog csillapodni, és akkor is még továbbra forrásba marad, hiszen a külső környezetből érkező hőmérséklet hatására a cseppfolyós nitrogén folyamatosan forrásban van. Amikor valaki egy cseppfolyós nitrogénes edényt lát, egy ilyet, ebben is forrásban van a cseppfolyós nitrogén, hogy szabadon el tudjon távozni a gáz, ezért ennek egy olyan dugója van, nézzék meg, hogy könnyedén lötyög benne, tehát itt mindig biztosítjuk azt, hogy szabadon eltávozzon. Van olyan cseppfolyós nitrogén tartály, amely nyomás alatt van, az egy teljesen más, oda meg egy lefúvató berendezés szükséges. Na, amit itt érdemes látni, hogy forrásban van a cseppfolyós nitrogén, abban az esetben, hogyha bezárom a kezemmel, abban marad a forrás. Figyeljék meg! A cseppfolyós nitrogén forrása most nem történik, meg elveszem a kezem, és rögtön forrásba indul, tehát a halmazállapot változás nyomáspont függéséről látnak kísérletet, abban marad a forrás, egészen ameddig tudom tartani a kezemmel a gázmennyiséget, ha elveszem, akkor pedig forrásba indul. Ugyanez igaz vízre is. Önök biztosan tudják, hogy a víz forrása az 100 Celsius fokon történik, abban az esetben, ha a légköri nyomás az éppen a tengerszintre átszámított nyomásnak vehető. Ennek eredményeként, tehát azt kell mondjam, hogy ugyanezt el tudjuk érni víz esetében. A víz esetében az még elmondható, hogy akár akkora nyomást is tudunk létrehozni, hogy olyan 300 Celsius fok környékén sem forra víz. Ezt elsősorban atomerőművekben szokták mutatni. A következő kísérlet, amit úgy kell mondjam, hogy mindenképpen jó, ha látják, a cseppfolyós nitrogénnel kapcsolatos ismételt kísérlet. Itt egy hasonló edényben, egy ilyen kétfalú üvegedényben cseppfolyós nitrogént fogunk betenni az edénybe. A cseppfolyós nitrogénnel kapcsolatosan annyit kell tudni, hogy 13 Celsius fokkal a forráspontja alatt, meg fog fagyni a cseppfolyós nitrogén, és ezt a kísérletet szeretném önöknek megmutatni. Amit látnak, az nem más, mint itt van egy vákumszivattyú, ez egy úgynevezett elővákumszivattyú, föl ne robbanjanak vele, jó, tehát engedjenek inkább egy kicsit ki belőle a kupakot és az összes többit, majd a maradékot kérem vissza. Na, tehát akkor azt kell látni, hogy a cseppfolyós nitrogénhez tartozik egy vákumszivattyú a kísérletben, és akkor indítsuk el a vákumszivattyút. Az elővákumszivattyúnak van egy olyan tudása, hogy igen, nagy mennyiséget tud időegység alatt elszívni. Hát az a mennyiség, amennyit el tudunk szívni, az nagyon nagy. Oké. Na, ami biztos, biztos, így kinyitva nem tud fölrobbanni, tudják? Na most, figyeljék meg, hogy van nekünk ez a vákumszivattyúnk. Ezzel a vákumszivattyúval megvákumozzuk ezt a részt. Nagyon hevesen forr a cseppfolyós nitrogén. Elképesztően hevesen. És ez az elképesztő heves forrás, ez meg fog csillapodni. És ahogy megcsillapodik, látják, hogy az előzőkhez képest egyre kisebb és kisebb a forrás hevessége, egyszer csak megkezdődik a
cseppfolyós nitrogén fagyása. A cseppfolyós nitrogén sikerült megfagyasztanunk. Nagyon érdekes, hogy nem avval fagyasztottuk meg, hogy beraktuk egy hidegebb helyre, hanem abban a zárt térben vannak olyan molekulák, amelynek az átlagos kinetikus energiája nagy, ezek gázhalmaz állapotúak, ezeket szépen elvonjuk, és akkor ami visszamarad, annak a hőmérséklete csökken. Mondom, ezt mindenki látja, és amint látják, egyre több és több cseppfolyós nitrogénből keletkezett szilárd nitrogén keletkezik, egyébként hatszöges kistrájú, fehéres színű a nitrogénnek a fagyott halmazállapota. Mindenképpen, hogy már nekem az elképzeléseimben nem fér az bele, hogy fizikus hallgatók ezt a kísérletet ne lássák. Ez egy nagyon fontos kísérlet. Általában a hideg laborba valaki lemegy, ettől itt rettegnek legjobban, mert ez nagyon jól el tudja dugítani a járatokat. Tehát a cseppfolyós nitrogénből, ahogy megfagy, a szilárd nitrogén az mondjuk úgy, hogy nem barátja a kísérletezésnek ott lenne a hideg laboratóriumban. Most azt fogom csinálni, hogy a vákumot megszüntetjük. Letörlöm az edényt, hogy lássák, ami történik. Igen gyorsan megolvad a cseppfolyós nitrogén, vagy a szilárd nitrogén. Hát minden esetre, amit érdemes megnézni, hogy most a nitrogén egy kicsit sem forr. Tehát bőven mínusz 196 Celsius fok alatt van. Van egy barátom, aki nagyon sokat szokott cseppfolyós nitrogénnel kísérletezni. Ezt a kísérletet, amikor először látta, azt mondta, hogy még így nem látott ilyen alacsony hőmérsékleten nitrogént. Tehát látják, maguknak ez sokkal könnyebben megadatik. Úgyhogy akkor nézzük a kísérleteinket tovább. Igen. A cseppfolyós nitrogén és a száraz jéggel való kísérletezés közben mindig is azt néztük, hogy egy halmazállapot változáskor mi történik. A halmazállapot változáskor, ugye azon kívül, hogy megváltozik a halmazállapot, nagyon sok esetben komoly térfogat változás is áll elő. Ezt a komoly térfogat változást fogja bemutatni a következő kísérlet. A cseppfolyós nitrogén rakétának nevezett kísérlet fog következni. Annyit kell tudni róla, hogy van egy pillepalackunk. Ez a pillepalack bezárható ebből a gumidugóval. Tegyünk a cseppfolyós nitrogénből a pillepalackba. Így. És ebben az esetben mindenki látja, hogy forr a cseppfolyós nitrogén. Bedugjuk a nitrogént, hogy ne tudjon eltávozni szabadon. Látják, hogy azonnal megszűnik a forrás. Ez nagyon fontos. És növekszik a nyomás. Egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás. Egyszer csak azt látjuk, hogy a cseppfolyós nitrogén már akkor a nyomást produkált, hogy kilövi a dugót. Ugye a dugó elrepül, megnézhetjük a kísérletet még egyszer. Ha a dugó elrepül, az azt is jelenti, hogy valahogy mozgásenergiához jutott a nyugalmi helyzetéből. Meg lehet ismételni harmadszor is, és akkor tulajdonképpen van kedvük, akkor rájöhetnek, hogy itt egy energiaátalakulásról van szó. Az első energia az úgynevezett nyomási energia. Ha van kedvük, ilyen dimenzióanalízissel utána járhatunk. Ugye a nyomást a palacban paszkálokba mérik. A palacnak a térfogatát pedig köbméterbe, szorozzák össze ezt a kettőt, és azt fogják kapni, hogy az így kapott mértékegység az nem más, mint newton szor méter, ha úgy tetszik joule. Ugye az 1/2 emszer V négyzet, ami elrepüléskor a dugó sebességének négyzete és tömegének szorzata, hogy nem annak is joule a mértékegysége. Aztán ami ezután következik a tetejére az emszer G-szer H szorzat, ismételten joule. Ezek után senki ne csodálkozzon, hogy a környezetből, amit fölvesz hőenergiát, azt is joule-ba mérjük. Ha valaki ezt nem hiszi el, akkor nézze meg otthon a gázszámláját. Ott is. De ott van egy prefixum, az ugye, mert hogy meg a zsúlokban mérik. Azt kell mondjam, bezárásképpen, hogy a cseppfolyós nitrogénes kísérletben itt, az, hogy az energiának
több arcát is láttuk. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor a tudósok elkezdtek kutakodni, hogy milyen is a világ, akkor nagyon sokszor beleütköztek egy mennyiségbe, aminek adtak egy nevet, és aztán szép lassan, ahogy a fizika fejlődött, egyszer csak rájöttek, hogy ezek a mennyiségek a különböző területeken, úgy mint optika, úgy mint mozgástan, úgy mint hőtan, úgy mint elektromosság, mint atomfizika, szóval ezek mind-mind ugyanazt adták, és végül is ez az energia volt. Úgy is mondhatnánk, hogy az energia a fizikában talán a legbonyolultabb fogalom, ha jól meggondolják, fizikának nincs olyan területe, amiben azt mondanák, hogy hát az energetikáról kihagyható belőle. Bármelyik fizikai területet megnézik, energia mindig van benne. Na, éppen ezért aztán nyugodtan lehet mondani, hogy a legbonyolultabb fogalom, hiszen ha még valamely témával nem foglalkoztak, akkor az oda vonatkozó energetikai dolgokkal nincsenek tisztában. Na, végül egy ilyen szépségdíjas kísérletet szeretnék mutatni, a cseppfolyós nitrogénnel való szökőkút kísérletnek a bemutatását. Mindenki láthatja, hogy ugyanaz az esemény történik, mint az elébb. A tartályban levő nyomás és térfogat szorzata ugye adja a nyomás energiát, a kiáramló sebesség, nagy sebességű nitrogénben észrevehetjük a mozgás energiát, helyzetenergiát, és hogy a környezetét lehűtötte, ebből meg kapásból látszik, hogy hőenergiából keletkeztek ezek az energiák. No, a következő kísérlet, a térfogat változással fogunk foglalkozni egy keveset. Pardon. Itten. A tüdőmmel fújok föl egy léggömböt, megkötöm, hogy ne tudjon megszökni a gáz, és utána ezt a léggömböt le fogom hűteni. A léggömböt úgy fogom lehűteni, hogy a cseppfolyós nitrogént öntök rá, olyan módon, hogy minél nagyobb felületen nedvesítse meg a léggömböt. A léggömb fala lehűl, lehűti a benne levő levegőt, és ez a benne levő levegő összehúzódik. Tehát magyarul a térfogatát komolyan veszti a léggömb. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez a kísérlet, bár akármennyire is szép és egyszerű, középiskolában nem tudjuk megmagyarázni, hiszen középiskolában már nem divat tanulni a valóságos gázokról, vagyis valóságos gázok azok, amelyek, hogyha kellően lehűtjük őket, akkor cseppfolyósodnak. Tehát, hogyha itt valaki belenézne ebbe a léggömbbe, amit itt benn van a tenyerembe, figyeljék meg, ez a léggömbben valamennyi gáz is volt. Tehát tulajdonképpen, hogyha megnézi valaki, akkor a gáztörvényeink, amit az ideális gáztörvényeink tudnak, azok csak éppen egy dolgot nem tudnak, a cseppfolyósodás mint olyan nem jön belőle elő. Hogy konkrétan mit is jelent ez a cseppfolyósodás, ezt egy gyors kísérlettel szeretném megmutatni. Itt van egy palack. Ebben a palackban így látszólag nem sok dolog van. De nem ez az, bocsánat. Mindig elkeverem ezeket a palackokat. Itt van ez a palack. Akkor kezdjük előről. Így. És akkor látják, összenyomni nem nagyon tudjuk. Itt a közelülőknek is mutatom, hogy ugye itt szemmel nem nagyon látszik, hogy bármi lenne benne. Nézzék meg, ha össze akarnánk nyomni ezt a palackot, akkor hát, hiába erőlködök, nem nagyon tudom összenyomni. Ha beleteszem ebbe az edénybe, amiben egy nagyon kevés cseppfolyós nitrogén van, akkor viszont jön a meglepetés, hiszen ilyen szugerációval, ilyen távgyógyítással így fogom, és így ha akarom, össze is tudom nyomni. Figyeljenek, hogy innen is nyomok egy kicsit rá, meg onnan is, és előbb-utóbb összenyomódik. Természetesen a kísérlet nagyon egyszerű, előzőleg tettünk bele egy viszonylag nagyobb nyomású gázt. Ez a nagy nyomású gáz mínusz fél fokon cseppfolyósodik, és ez a cseppfolyósodás olyan, és akkor itt szeretném elmondani a lényeget,
hogy a szilárd, vagy a cseppfolyósból a folyadékba, na, cseppfolyósból a gázneműbe való átmenet olyan nagy, akár 1600-1800-as térfogat változással jár, hogy a palack ilyen eszméletlen módon képes összehúzódni. Ha most valaki megnézi közelebbről ezt a palackot, de körbe is adom, akkor fogják látni, hogy most már van, itt fogja meg, van benne egy folyadék, ez a folyadék a hűtés által keletkezett, és hát tulajdonképpen ahogy majd adják körbe, a körbeadás révén melegszik, és előbb-utóbb vissza fog állni a kísérlet. A cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén nagyon sok minden furcsán zajlik le, ezért szeretnék megmutatni egy olyan kísérletet, amelynek az a lényeg, hogy megnyújtom a léggömböt, elengedem, és hogyha meglátják, akkor ez rugalmasan alakváltozik. Ha én fogom, és cseppfolyós nitrogén alá benyomom, hoztam ide így, tehát cseppfolyós nitrogénben el van merítve a léggömb, kiveszem, ezután mindenki látja, hogy rugalmas alakváltozásra alkalmatlan. Ez a kísérlet persze ilyen ókamókás, meg akár bolondosnak is mondható, de komoly mondani valója van. Ez a komoly mondani való pedig annyi, hogy ez a komoly mondani valója pedig annyi, hogy a hőmérséklet az egy állapot határozó. A léggömbnek megváltoztattuk a hőmérsékletét, és a léggömb cserébe megváltoztatta az állapotát. Rugalmas állapotból rideg, törékeny állapotúvá változott. Általános iskolában nagyon hajlamosak a tanárok azt mondani, hogy megváltozik a guminak a tulajdonsága. Nem. A guminak az állapota változott meg. Tehát az állapot határozó, az többek között ezt is jelenti. Tehát önök legyenek már egy kicsit fölnőttebbek ehhez képest. A következő kísérlet főszereplője teáskanna lesz. A teáskannába fogunk tenni, közben készítem ki a dolgainkat, fogunk tenni majd egy kis cseppfolyós nitrogént. Egy kis cseppfolyós nitrogént, és lehűtjük a teáskannát. Így. Amikor a teáskannát lehűtöm, akkor figyeljék meg, hogy a teáskannának az oldala egyelőre még teljesen száraz. Ahogy a teáskanna oldala, tehát a teáskanna oldalát, ha figyeljük, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy nedvesedik az oldala. Szerintem ez itt most nagyon szépen látszik. Ez a nedvesedés azt jelenti, hogy egy folyadék keletkezett a külső felületén. Ebből a folyadékból szeretnénk egy keveset összegyűjteni, és ezt a keveset, amit összegyűjtünk, ezt fogjuk föl ebbe az edénybe. Tehát most lenne szerencsés, ha valaki kezelne a kamerát, mert egy közeli képben meg lehetne mutatni, hogy egy folyadék folyik lefelé. Ez a folyadék, amelyik lefelé folyik, ez lesz a következő kísérletünknek a főszereplője. Ha megkérdezi valaki, hogy mi ez a folyadék, akkor azt kell mondjam, hogy járjunk utána közösen. Mi lehet ez a folyadék? Hát ugye minden bizonnyal a körülötte levő levegőből keletkezik, úgyhogy akkor meg lehet nézni, mi van a körülöttünk levő levegőben. Hát van 78% nitrogén, van 21% oxigén, van 1% argon, 0,4% széndioxid, feltéve a jó szellőztetünk, és az egyéb. Valamint még valamennyi vízgőz is van benne. Hát én elmondom maguknak, hogy ezek közül az, ami számunkra izgalmas, a nitrogén után legnagyobb hányadban előforduló oxigén. Ez az oxigén, ami itt keletkezik, az pontosan ugyanazzal a metódussal keletkezik, mintha otthon megállnak a fürdőszobába, kinyitják a forró vizet a tükör alatt, főleg a hideg a tükör, azt fogják látni, hogy a tükör megnedvesedik és folyik lefele a víz. Itt most tulajdonképpen ugyanezt a jelenséget értük el oxigénnel. Tehát ez a folyadék, amit itt látunk,
ez nem más, mint cseppfolyós oxigén. Hogy hogyan fogom én ezt bebizonyítani önöknek? A cseppfolyós oxigénről egy dolgot érdemes tudni, hogy a mágneses tulajdonságai között szerepel az, hogy az oxigén az paramágneses. Az azt jelenti, hogy nagyon erős mágneses térben a paramágnesekre olyan erő hat, amely a mágneses térben a növekvő térerősség irányába húzza, vagyis azt jelenti, hogy ha erős mágnes pofái közé odaüntjük a cseppfolyós nitrogént, akkor cseppfolyós oxigént, akkor az ott fog maradni. Itt van egy erős patkómágnes. A patkómágnes pofái között közel nagyságrendileg egy Tesla körüli térerősség van. Ez azt jelenti, hogyha ezt én most szépen ide ráállítom, akkor azt fogjuk látni, hogy a cseppfolyós oxigén, amit ide öntök a pofák közé, az ott marad. Amint látják, a cseppfolyós oxigén paramágnesességére láttunk egy kísérletet, a cseppfolyós oxigén pedig egy szuper primitív módszerrel állítottuk elő, vettünk egy a cseppfolyós oxigén forráspontjánál alacsonyabb hőmérsékletű fémet, ez volt az alumínium, és ennek a fémnek a segítségével arra lecsapódott, onnan gyűjtögettük össze. Jó. Tehát cseppfolyós oxigén is megvolt. A következő, csak hogy ki ne hagyjak valamit, kriofor. Igen. Na hát ez a kísérlet azok közé, a kísérletek közé tartozik, amit már nagyjából nem kéne magyaráznom, hiszen mindenki látta, de hogy majd az aha élmény megmaradhasson, ezért aztán a következőt fogjuk csinálni. Fogom, és ezt az edényt fogjuk figyelni. Jó? Tehát ez a gömb alakú edényben fog történni, aminek történnie kell, hogy jobban lássuk. Jó? Akkor még annyit teszünk, hogy az igényesség kedvéért ide teszünk a közepére. Mi lesz a kísérlet lényege? Maga az eszköz, amit itt látnak, kriofor nevet viseli. Ha megnézik, akkor ugye itt van egy gömb alakú edény, itt egy hosszúkás nagyfelszínű edény van, kettő össze van kötve egy üvegcsővel. Ebbe az üvegcsőbe, amikor a kísérlet, tehát amikor az eszközt elkészítettük, az itt a Műegyetemen készült, akkor az történt, hogy magát az eszközt betettünk valamennyi vizet, ez most nagyjából még látszik is, és ez a vízmennyiség, ugye megfagyasztottuk, tehát cseppfolyós, száraz jéggel ide befagyasztottuk. Majd ezen a csonkon keresztül kiszivattyúztuk a fölötte levő levegőt, így csak víz maradt az edénybe, vízgőz és folyadékvíz, tehát megfagyott víz formájában. A vízről is érdemes tudni, hogy szublimál. Én most öntök ide az alsó részre cseppfolyós nitrogént, tehát az alját fogjuk lehűteni. Azt mindenki tudja, hogy az üveg az rossz hővezető, tehát a kísérlet nem arról szól, hogy az üvegcsövön keresztül lehűl az üveggömb, hanem az fog történni, hogy az alsó üvegrészben lecsapódik a vízgőz. A vízgőz, ha lecsapódik, akkor kisebb lesz a térfogat, vagyis itt lecsökken a nyomás, és nagyon figyelnek, a csökkenő nyomás eredményeként a felső részen a víz elkezd lehűlni. Az nagyon szerencsés, hogy éppen most még lötyög a víz, és egyszer csak azt fogjuk látni, hogy a vízünk már nem lötyög tovább. Ígyni. Hanem az látszik, tehát elsőként az látszik, hogy itt lepárásodott, tehát magyarul elkezdett, és most már teljes egészében a víz meg is fagyott. Tehát ez azt jelenti,
hogy pontosan ugyanazt az eseményt követtük el, mint itt cseppfolyós nitrogénnel, alacsony légköri nyomásra tettük, alacsony légköri nyomáson elkezdett párologni, nagyon hevesen párolgott, és az a nagyon heves párolgás ugye abban is járt, hogy lehűlt. Ha valakinek ez nem teljesen lenne világos, vagy nem hinné el a dolgot, az ő számára meg lehet mutatni, hogy itt van a gömbünk, és ha a gömböt elfordítom, akkor szerintem nagyon szépen látszik, hogy megfagyott. Itt a közelülők még szép kristályokat is lehet látni. Az is látszik, hogy sok helyen kezdődött egyszerre a kristályosodás, apró kicsi kristályok vannak, tehát tulajdonképpen ezen a részen hűtöttük, ennek a hűtésnek az eredményeként lecsökkent a nyomás, hevesebben kezdett el párologni a víz, és ennek a párolgásnak az eredményeként olyan hevesen párolgott, hogy meg is fagyott közben. Tehát ez a kriofor kísérletünknek a mondani valója. A következő kísérlet megint csak egy olyan kísérlet, ami vagyis elég népszerű. Azt is mondhatnám, hogy ha van kedvük, akár otthon a családot is elszórakoztathatják vele, annyira egyszerű. Tulajdonképpen semmi különösebb nem kell hozzá, mint egy mikrohullámú sütő, hogy valamit lássunk is ebből az egészből. Igen, itt van a mikrohullámú sütőnk. A mikrohullámú sütő... Hoppá, hogy is fog ez működni? Hozok egy másik hosszabbítót, bocsánat, de... Tehát a mikrohullámú sütőnk lesz, amivel melegíteni fogunk, mégpedig egy olyan edényt fogunk melegíteni, ami egy fémkupakkal lezárható. A fémkupakkal lezárható edénybe teszünk vizet. Ez egy kicsit furcsán működik, de hát most így jártunk. Tehát itt van, teszünk bele csapvizet, és megmelegítjük. Jó. Közben mesélek az edényről. Annyit kell tudni az edényről, hogy üvegből van. Az üvegedénynek van egy igen fontos tulajdonsága, hogy nagyon nehezen változtatja a térfogatát. Tehát magyarul a kísérletünk számára nyugodtan mondhatjuk, hogy az üvegedényünk térfogata állandó. Annyit kell még róla tudni, hogy térfogata állandó, és le fogjuk tudni zárni egy olyan kupakkal, mindjárt mutatom is önöknek, amely egy speciális kupak, tehát itt van a kupakunk, tehát hogyha megnézi valaki ezt a kupakot, akkor lehet vele csattogni. Ez igazából bármelyik tanárra őrületbe lehet kergetni a csattogással. Ez amikor gyártják, a közepe domborúnak fog működni, és amikor a légköri nyomás a két oldalon megegyezik, akkor kívülről nézve domború lesz. Ha légnyomás lecsökken, akkor ez beszívódik, és akkor homorú lesz. Hát, hogyha ezt megértették, akkor az is következik ebből, hogy ez az edénynek a teteje használható, mint egy nyomásmérő, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy originálitás mutató nyomógomb. Egy olyan nyomógomb, hogyha ezt be lehet nyomni, akkor ezt már előttünk valaki kinyitotta. Ugyanis ezekbe az edényekbe általában forralással szokták beletenni a benne levő dolgokat. Lehet ez mindenféle bébi ételtől kezdve mindenféle rostos üdítő, és ezek az edények
Mindjárt fogjuk látni. Egy picit hátrébb tolom, de csak azért tolom hátrébb. Most már szépen látszik, hogy forra víz. A vízforralás, hogyha megtörténik, forra víz, akkor ki fogom venni forrás közben, és ebből a kupakkal lezárjuk az edényt. Tehát most kinyitom, figyeljék meg, hogy hevesen forra víz, kupakkal lezárjuk, és akkor szépen itt látszik az edényünk, így né. Na most, hogy a kísérletünket tényleg jól lássák, ezért aztán fogom, és lehűtjük. Ezt kerestem. A helyzet az, hogy szépen egy idő után senki nem csodálkozik azon, hogy abba marad a forrás. Hát világos, hőmérséklet csökken, a környezet elvonja a hőmérsékletet, már nem 100 fokos. És az lenne a feladat, hogy hogyan lehet ezt a vizet mégis forrásba hozni. Hát nagyon egyszerű dolgom van, figyeljék meg. Kupakot óvatosan leöntöm hideg vízzel, és azt szeretném elérni, hogy a kupakon keresztül egyre több és több hűtés jöjjön, és akkor látják, a víz ismét forrásba jön, senki nem csodálkozik ezen. Elmondom, mi történik. Amikor a mikrohullámos sütőben benn volt az edény, akkor víz, és fölötte vízgőz volt, olyan hevesen forrt, hogy a vízből keletkező vízgőz teljes egészében kiszorította a levegőt. Csak víz volt benne. Amikor kivettem és lezártam, akkor tehát nem volt más benne, mint 100 fok Celsius körüli vízgőz és víz. Most amikor elkezd hűlni, akkor a vízgőznek a térfogata elképesztően nagyot tud változni, abban az esetben, hogyha lekondenzálódik, akkor az 1600-ad részére húzódik össze, tehát a vízgőz, amelyik 100 Celsius fok fölötti, és mondjuk a 100 Celsius fok alatti, ez a térfogat változás, ez még egyszer mondom, 1600-ad részére húzódik össze. Ebből az következik, hogy nagyon csekély lesz a vízgőznek a nyomása, és alacsonyabb nyomáson pedig elindulhat a vízforrása. Tulajdonképpen ezt lehet megcsinálni, ha valaki otthon parafenomént akar játszani, akkor ezt a kísérletet be kell jól gyakorolni, és el lehet érni, hogy az 50 Celsius fokos hőmérsékletű edényünkben hideg víz hozzáadásával elindul a forrás, és akkor 50 fokosat az ember úgy nagyjából meg tudja tartani a kezébe, kisebb sziszegések árán, már akinek gyöngébb a keze, de nézzék meg, meg lehet aztán az ember megemelni, és azt mondom, hogy nézzék meg a forrásban tartott vizet, én szépen a kezemben tudom tartani. Na most, tehát igazából ezt bal kézzel kellett volna csinálni, hogy jól lássa a kamera, tehát itt fogom a kezemben a vizet, forrásban van, és az én kezem pedig semmi baja nem lesz, hát nyilvánvalóan azért, mert önök most már tudják jól a választ, a kísérletben a víz nem 100 Celsius fokon forr. Ha ügyesek vagyunk, akkor megtehetjük azt is, hogy még egy optikai módszerrel fölnagyítjuk ezt a forrást, és akkor lehet látni az egészet így. Azt hiszem, hogy ez is megvan ez a kísérlet. Azt mondja, hogy igen. A következő kísérlet egy nagyon egyszerű kísérlet, még mindig halmazállapot változásokkal foglalkozunk. Azt fogjuk csinálni, hogy ezt a kísérletet szeretném megmutatni, így. Itt van egy palack, van benne egy dugó, a dugóban van egy szelep, ez egy olyan szelep, amelyen labdafújó szelep, semmi különleges, tehát labdafújó szelep, dugó, meg egy pillepalack. Kell hozzá még egy pumpa. Ennek a pumpának a segítségével nagyobb légköri nyomást hozzunk létre, úgy, hogy a kint lévő levegőből fogunk bepumpálni egy keveset oda. Hát ugye, amikor én elkezdem ezt pumpálgatni, akkor az fog történni, hogy bent növekszik a nyomás, és tulajdonképpen látszólag alig-alig történik valami, túl azon, hogy én itt nehezebben beszélek, meg küzdök a elemekkel, semmi különsebb nincs. Ha a dugót kihúzom, akkor keletkezik egy felhő. Ha megnézik, ez a felhő könnyedén eltüntethető, csak meg kell növelni a légnyomás belül,
És akkor tulajdonképpen a levegőnek a vízoldó képességéről beszélünk, ahogy növekszik a nyomás, úgy vele együtt a vízoldó képesség is növekszik. Ez azt jelenti, hogy amit bepumpálunk levegőt, az oldatban marad. Majd, hogyha hirtelen hagyjuk, hogy lehűljön, akkor keletkezik egy felhő. Természetesen a kísérletet bárki elvégezheti. Ha el akarják végezni, akkor érdemes néhány csöpp denaturált szesz tenni a palack aljára, mert a palack alján levő denaturált szesz az segíti a felhőképződést. Ha már felhőképződés és segítség, akkor mutatnék egy másik kísérletet. Végy egy pillepalackot, így ez az első dolog. Második dolog, hogy ezt a pillepalackot valamennyire nedvesíts meg. Ez azt jelenti, hogy látják a módszert, kiöntöm. Ezzel a módszerrel el lehet érni, hogy bent gőzben túltelített gőz alakul ki. Ígyni. Első lépés. Második lépés. Keresél egy szál gyufát, gyújtsad meg. Na de milyen gyufa ez, kérem. Jó, tehát meggyújtjuk a gyufát, így. Amikor már a gyufa kellően hosszú részen áll, csak hogy lássák a kísérletet, hogy kell megcsinálni, elfújom, és ebből a füstből egy keveset ide belőle beeresztünk. Most ha ez megvan, akkor a taneszközünk elő van készítve, és ha megnézik, akkor ez a kísérlet arra jó, hogy az ember megnyomja, nem nagyon történik semmi. Nyomogatja, akkor egyszer csak azt veszi az ember észre, hogy átlátszó lesz a palack, és nem lesz átlátszó. Átlátszó, nem átlátszó. Átlátszó, nem átlátszó. Adom körbe, úgy érdemes megcsinálni, hogy az ember a fény felé fordítja, megnyomja, átlátszik. Elengedi, akkor pedig keletkezik egy felhő, próbálgassák meg. A kísérlet a kötképző centrumok szerepéről szolgál. Látszik, ugye? Tehát azt gondolom, hogy ez teljesen jól működik. A kötképző centrumok szerepéről szolgál, és a kötképző centrumoknak ugye az az izgalmas mondani valója, hogy a felhőképződést segíti az, hogyha vannak olyan kis részecskék, aeroszolok, amelyeknek az a feladata, hogy azon meginduljon a köbképződés. Annyit szeretnék elmondani, hogy az utolsó kísérlethez jutottunk el, és az utolsó kísérletünk pedig arról szól, azt szeretném tesztelni, hogy önök mennyire figyeltek jól a kísérletek során. Azt kell mondjam, hogy mi végig önök előtt volt ez az edény, és azt kéne megmondani, hogy látták-e azt a pillanatot, amikor én ebbe az edénybe beletettem a láthatatlan köveket. Vannak benne láthatatlan kavicsok ugyanis. Ez azt jelenti, hogy ha én erre az edénynek a tetejére ráütök, akkor ez a csattogás mutatja, hogy kövek vannak benne. Megütöm, akkor ugye a kövek ugranak egyet, és leeséskor koppannak. Tegye fel a kezét, aki látta, amikor beleraktam a láthatatlan köveket. Ezt gondolom, látjátok az arcom, hogy nem feltétlenül gondolom komolyan, amit mondok. A helyzet az, hogy ezek a láthatatlan kövek egyébként nagyon nagy pusztításra alkalmasak. Ha az ember jól csinálja, akkor el tudja törni ezzel a láthatatlan kővel az edény alját. Ezzel a kísérletezésnek vége van. Természetesen a kísérletet, hogyha meg akarjátok magyarázni, a kavitáció jelenségéről kell tudni. A kavitáció jelensége pedig úgy értelmezhető, hogyha a folyadékban valamilyen oknál fogva hozunk létre egy zavart, egy lökéshullámot. A lökéshullám ugye úgy keletkezik, hogy megütöm az edényt, elindul az edény, az üvegedény előre, a folyadék lemarad, és azon a részen, ahol lemarad, keletkezik egy buborék. Ez a buborék
aztán mikor összeomlik, akkor egy lökéshullámot fog indítani, ez a lökéshullám lesz az, amelyik le fogja ütni az edénynek az alját. A kavitáció jelenségét először nem így vették észre, hanem a csónakok, egész pontosabban a hajóknak a lapát csavarjainál vették észre. Ha valaki elgondolkodik azon, mit jelent az, hogy van egy lapátos hajó, ugye a lapátos hajónak az lapátjai, tehát a propeller alakú lapátjainál azt meg lehet mondani, hogy az egyik oldalon túlnyomás van, a másik oldalán pedig kisebb nyomás. Ha kisebb nyomás akkor, ahogy a folyadék eléri a forráspontját, akkor az azt jelenti, hogy a lapát előtti részen forrásban van az edény, vagy a víz, és amikor átér a lapátnak a másik oldalára, akkor ez a forrás abban marad, és összeomlik a buborék. Ez indít egy lökéshullámot, és ez a lökéshullám először is egy kegyetlen furcsa hanggal jár, másrészt azzal, hogy a propeller nagyon rövid idő alatt eltűnik. Köszönöm a figyelmet!